Sziasztok srácok, itt Orsabál és itt újra a Skyrim. Ma folytatjuk az előzőleg abba hagyott kis küldetésünket. Név szerint az, hogy négy darab ilyen kis Dreamer szarságot kell összeszedni az ilyen kis Dreamer romokból. Nem tudom, hogy hol van a másik kettő. Mindjárt megnézzük a térképen, azonban szükségem van egy kis vízre és egy kis ételre, mert igencsak kiszáradtam itt a nagy kalandokban. Na, lássuk, hogy esetleg igen, rendben van most már. Megvan mindenki. Csak nagyon tele vagyok, úgyhogy néhány dolgot ki is rakok itt. Juggersfelden vagyok amúgy. Biztos észrevettétek már. No. Mit rakjunk ki? Például ezt. És ezt. És ezt. Akár ezt is. Wow. Egyszer majd eladgatom őket, de azt adáson kívül. Amúgy szerintem ennyi elég is lesz. Akkor keressük meg, hogy hova is kell tovább mennünk. Éjfél van, de teljesen mindegy, mikor indulunk kalandozni, ugyanis valószínűleg a föld alá fogunk mászni. Itt, ebben, vagy egyel arrébb. Mert ugye azt a Zulftot, azt már kipucoltam egy korábbi küldetés során. Ott az ajtó, én úgy látom. A törp kőcsarnok hevenyészet fordításban. Mindenki megvan, oké. Menjünk át FPS nézetbe. És itt van a barátunk. Most ez komoly? Jó, először ezzel törődöm. Az expert ajtó az el fog tartani egy kis ideig, mire ki fogom tudni nyitni. Kicsit sok. Ah. No. Hát, ha erre... Inkább két apprentice nyitok ki. Hát, ha megtalálom a kulcsot a nagy ajtóhoz. Most ez komoly. Bejöttem. És csaj, miért nem jön? Hát, vigyük el. Stanber amúgy jól el van magába. Hát csak akkor hogy jöttél át? Na mindegy. Jó. Ez nem volt egy túl nehéz dolog. Úgyhogy már csak egy van hátra. Féltem, hogy nem fog beleférni a mai adásba mind a kettő. De azt hiszem, hogy így nincs kérdés, hogy belefog. Ha mindent kilutoltam, akár mehetünk is a következő utolsó Shardhoz, illetve Shardért. Nagyon sötét van. Én is sötétet látok.
Wow, nem mutatja a térképen, hogy hol van. Akkor bizony el kell olvasnom a könyvét, mert a benne kéne, hogy legyen. Na, első. Igen, az már megvan. A második. Ezek az ő feljegyzései, csak... Az ötös az most mindegy, az csak a Forge. Oda még el kell jutnom. Itt a térképen megvannak jelölve. Na most, hogy melyikek vannak már meg? Nézzük. Elég érdekes a térképe. De azt írja, szerintem most a 4-esnél vagyunk. És ugye az ötös az még nem lényeges. Az vagy nem tudom, hogy melyikek voltak meg eddig. De ha minden igaz, most próbálom, tehát most próbálom memorizálni a térképet. És akkor most nézzünk rá a nagyra. No, azt mondja, hogy ez ugye a 4-es, itt vagyunk most. És talán szerintem a 3-asban nem jártunk meg, és az itt volt itt e körül. Lehet, hogy pont ez. És lehet, hogy itt már jártam. Nézzük tovább. Itt volt egy másik folyó, a másik szélén a térképnek. Szerintem erről van szó, az egyes az itt van, ő az. Itt már biztosan jártam. A kettes számú pedig valamelyik ezek közül, mintha. Vagy nem. Nem lesz egy könnyű szülés. Igazából itt kéne lennie. Talán. De próbáljuk meg. Semmit nem tudunk, de semmit nem veszíthetünk vele. Ha megpróbáljuk. Igazából le kéne jutnom az útra. Ami szerintem ez az, van itt valaki. Uh-oh. Vannak itt valakik. Miért a hír van bekapcsolva? Teljesen mindegy, mert már meghaltam úgy. Wow.
Mindegy, ez most maradjon itt, mert... Oké, menjünk akkor tovább. Szerintem erre kell egyenesen tovább menni, aztán ide. Ha nem itt lesz, az gáz. Szerintem itt kell lennie. Csak itt lehet. Rohadt felhőktől másleg nem látok semmit. És van itt egy sárkány is. Lehet, hogy itt van, de lehet, hogy egy kicsit arrébb itt. Meglátjuk, de mindenképp itt kéne lennie a környéken a negyedik sárnak. Kíváncsi vagyok. Kapcsolok egy kis fényt. Ha megtalálom a Starlightot. Közben itt megtámadtak minket. Mi ez? Egy vérfarkas Stalm vagy Falmer? Ilyet se láttam még. Pedig már láttam egyecsmást. Skyrimban. Itt van egy újabb ilyen kis falu. Megint egy rohadt ork falu, vagy nem tudom. Mert a múltkor sem volt túl barátságos. Úgyhogy inkább megyek is el, aztán egyszer talán még visszajövök. Remélem most ők nem akarnak megtámadni, de amiből a followerek elintézik. Darkfall Cave sem hiszem, hogy az, amire nekünk szükségünk van. Hol lehetett? Ide jöttem a jelhez, de... Uh-oh. De nem itt van az, amire nekünk szükségünk van, én meg nem tudom, hogy most mit csináljak. Itt meg másféle vadmacskák. Uram, atyám! Hol vannak a followerek? Jó, megjöttek. Innentől kezdve nincs baj, csak még mindig az a bajom, hogy nem tudom, hogy hova kell menni. Ide. Ott van a kettes pont, ugye a bal sarokban. A többi már megvan. Ez a térkép szélén van, a folyónak a egyik ágánál. Tehát itt van ez a ilyen kis szigetszerűség. Elindul fölfele a folyó, itt erre. Itt erre tovább, itt jön bele a másik, és ennek a végén kéne lennie, tehát itt. Körülbelül. Aztán kíváncsi vagyok, hogy valóban ott van-e. Amúgy itt lesz egy sárkány is, illetve van egy sárkányfészek, amit én szeretnék majd kipucolni. Mi van itt? Nem érdekes. És ha erre tovább megyek, akkor akár oda is juthatok, ám bár nem látszik most a térképen. A
felhők miatt, de ennek az útnak a végére kell eljutnom. Hey! Tudjátok, kivel szórakozzatok. Na, ha sikerül megfordulnom és tovább haladnom, akkor végre talán elérhetjük az úti célunkat. Még nem látok itt egyelőre semmit. Ez lenne az? Gyanús, nagyon gyanús. Szóval van valami bejárat. Valahol. Vagy ez csak egy ilyen átkelő hely, vagy... Vagy itt lesz esetleg. Azt hiszem innentől kezdve gyalog haladok tovább. Mindig nem tudja a térképen mutatni. Mondjuk rohadtul nem ott vagyok, ahol be volt karikázva, szerintem. Vagy ez lenne a folyónak a legvége? Ha viszont ez, akkor miért nincs egy bejárat sehova, és miért nem mutatja a térképet? Mert elvileg, hogyha felfedezed a... Oh-oh! Itt van ez! Találkozunk a Forge-nál. Az ötös pont a térképen. Akkor megtaláltuk végül is. Az ő kis hevenyészet kis rajza alapján. Most viszont mutatja a Forge-ot. Ugyanis azt a helyet már kipucoltam egyszer. Úgyhogy elvileg csak el kell jutnom a végéig újra. Gyerünk! Közben lootolok egy kicsit. Ó! Oh, lockpickre még szükségem lehet. Így van. Hát ez jó. Rakjam oda, aztán majd meglátjuk, mi történik. És fölrobban vagy valami, semmi probléma, te már úgyis halott vagy. Csak nekem fáj, úgyis. Igen, helyére raktam. Vegyem ki. Igen. Mi van most? Mi történik? Igen.
Ott a lejárat. Persze. Menjünk csak. Egész eddig ezért küzdöttem. Na most ezt a izét ki fogom kapcsolni, mert kiégeti a szemgolyómat. Viszont a candlelight az elfér. Katria? Ő nem jön? Vagy hol a fenébe lehet? Találja meg a forge-ot. Egyedül? Nem kéne neki jönnie? Jó, inkább lopakodjunk, jó? Nem hinném, hogy olyan egyszerű lesz a dolgunk. Ezek maguktól belobbannak? Érdekes. Én is igazán. Ki beszélt? Lidián kívül. Na jó, haladjunk szép lassan tovább. Ez nem az, amire szükségem van, inkább ez. Hát, meg se érezte. Na, megjött. Azt mondja, hogy több száz éve nem volt itt senki. Akkor jó. Most is egy Dragonborn, három agyatlan követő, meg egy halott. Úgy tűnik, feltűnik valakinek, hogy jövünk. Vagy mozgásérzékelős izék lennének? Fákja, tartók, vagy mi az? Azt még mindig nem tudom, hogy mire megy ki ez az egész. Márhogy, hogy mit kapunk. Miért küzdök eddig? Vagy ennyit? Nézzük, mi van erre. Kb. Semmi. Akkor vissza. Amúgy nem akarsz nekem valamit mondani? Mit gondolsz erről a helyről? Igen, ezt már mondtad. Ennyit tudsz te is róla? Jó, sok. Valami rezonator. Aha! Már megint? Könnyedén, de olyan nehéz sem volt. Inkább lopakodjunk tovább, jó? Mint micsoda? Ne hagyd félbe a mondataidat, légy szíves. Azt mondja, hogy más itt a levegő. Majdnem olyan, mint hol. Ne idegesíts. Itt van, aki resist fire. Warren helmet. Jöttök? Félek egyedül a sötétben. Autosaving. Nyilván nem véletlenül. Igen, ez a forge. Shut off the stream. Steam akarom mondani.
Persze. És mire jó ez a Forge? Ez komoly! Bocs. Kisebb csatározások folynak. Ott van, ez nem egy láda. Miért? Várjuk el a másikat is, aztán lássuk, mit hoz ez az egész, mire megy ki a játék. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok. A francba. Azt mondja, hogy hát ezt tudjuk kezelni. Én is bízom benne. Így eddig oké. Mi zajlik itt? Shut off the stream! The fuck? Azért nem kis csata folyik itt. Szart se látok igazából az egészből. Ott áll fönn. Az Isten itt. Az Isten itt. Üdv. Ezzel még mindig nincs vége. Ha? Forge Master. Na, megkapta az évet. Szart sem érsz az én... Egy Frost Mage ellen. Üdv. Megcsináltuk, így van. Igen. Így van. Jó. Igen. Szóval használnom kell a Forge-ot. Veled meg mi van? Semmi, jó, nem érdekes. Aztán kell a Forge-ot.
méghozzá az ilyen Ethereumokkal. Most egy az egybe elviszem. Biztos, hogy dwarven ingotok majd kellenek hozzá, vagy... Igazából nem tudom, nem tudom mi zajlik itt. De miért nem heal előtt? És miért nem tudok veled beszélni? Valami történt itt, na mindegy. Jó, használjuk. Wow! Lídiának ez csini lesz. Kész, van így van. Most mi legyen? Wow. Gratulálok. Végre megpihenhetsz, így van. Viszlát, barátom. Bárhová visz az utad. Üdv. Na gyere ide, Lídia, kapsz tőlem valami szépséges cuccot. Remélem, hogy tervezed is használni. Mi is, mi a szar volt a neve? Valami Ethereum izé. Ethereal Heavy Shield. Nem tud neki odaadni, de ha elveszek tőle valamit, mondjuk az Ebony Shieldjét, akkor talán egy idő után hajlandó lesz elvenni tőlem. És esetleg használni is. Így. Ezeket meg odaadom neked. Mondom neked. Na, csak működik ez. Valami probléma van az UFO-val. Miért nem veszed el? Nem bírja el. Ami azért gázos, mert vele meg nem tudok beszélni, mert csak áldogál. Nézeget. Van itt varázs. Zsol. Ezt nem tudom, hogy miért jelent meg még egyszer. Nézzük az inventory-t. 21-en lépem túl. Ami azt jelenti, hogy mondjuk, ha Lydiának oda tudnék adni néhány ingotot, mert hát én ragadot elraktam, akkor még akár tovább is tudnánk haladni. Mondjuk ebből. Tízet elvett. Ami pont elég. Hogy meg tudjak mozdulni. Amúgy mit tudok még bele csinálni? Semmit, ezt az egy pajzsot, ennyi, de ez is valami. Csini. Tehát erre ment ki a játék. Lényegében. Ezért a pajzsért kellett ennyi mindent megcsinálni. Igazából örülök neki, hogy megvolt, tudjátok miért? Mert még egyszer sem sikerült megszereznem. Annak ellenére rengeteget játszottam már. Wow. Az a csáva meg csak ott áll, és nem csinál semmit. Érdekes. Mi ez a kuda hang? Akkor ugyanaz kell kimenni, ahol bejöttünk. Ezek után csak ezt tudom gondolni, miután megnéztem minden lehetséges utat. Mégis nem jöttünk olyan nagyon sokat. És hát valószínűleg nem is fogok ide visszajönni már.
No. Akkor... Hát lényegében ennyit terveztem mára. Az első hamarabb meglett, mint gondoltam. És végül is a második sem volt nagyon bonyolult. Ez egy kicsit hosszabb rész volt, a Forge maga. Tehát lényegében ennyit szerettem volna mára. Szerintem azt, amíg megtaláltam a helyet, ahol tulajdonképpen jönnöm kellett, az kb. Annyi idő volt, mint amíg kiütöttük a helyet, illetve kipucoltuk. Végre tudok vele is beszélni, minden rendben van. Megjavult. Úgyhogy... hát akkor ennyi lesz mára. Köszönöm a figyelmeteket. Egy érdekes kalandnak lehettünk része ma is, remélem, és remélem ti is élveztétek, mint én. És viszlát legközelebb. Osva voltam. Sziasztok!